Sziasztok! Sokan kérditek tőlem, hogy hogyan kell megcsinálni azt, hogy aktiváld a Steam kulcsodat, amit nyersz mondjuk nálam, vagy éppen akárhol. Na most ez elég egyszerű, tehát hogy az egyszerűnél is egyszerűbb, de mivel sokan nem tudjátok, ezért meg szeretném nektek mutatni. Na most két dolog fog nekünk kelleni, egy billentyűzet, egy egér, várjál, lesz még egy, de az már durva, a Steam. De mondjuk a billentyűzet és az egér az legyen már egybe. Na, meg internet konnekció. Na, szóval nyersz. Megkapod a kulcsot, vagy éppen chaten kín van a kulcs. És ide generáltam egy random kulcsot, 69xdirect.lol9s6. Na, ő a kulcsunk. Ő mondjuk ez kicsúszik nektek ide chaten, és ki kell másolnotok minél gyorsabban. Akkor fogjátok magatokat is, háromszor kattintotok meg. 1-2-3. 1-2-3. Gyorsan. Kijelöli. Ctrl-C. Oké, megvan a kulcs, nálunk van. Minél gyorsabban kell lenni, hogyha chatten volt kinn, akkor ugye minél gyorsabban be kell aktiválni, mert azért lesz, aki legelőször megkapja. Na most, megnyitottok a Steam nevezetű szuper programot, ami valamiért nekem most offline-ban van, de mindegy. A lényeg, itt fölül van nektek 5 darab kis opció, lehet, hogy magyarul van, lehet, hogy oroszul, brazilul, tök mindegy. A negyedik opcióra kell rámenni, ami vagy játékok, vagy games, vagy nem tudom, na mindegy. Itt erre ráklikkülsz. És itt van itt fölül egy ilyen View Games Library, ez minket nem érdekel. Van itt egy vonal, és a vonal alatt az első Activate Product on Steam, termék aktiválása Steamen. Bekattintasz, és itt nyomsz egy Next-et, elfogadok én mindent, és ide berakod a kulcsot. Na most itt vannak a variációk, hogy nézhet ki egy Steam kulcs. Ugye lehet 1-2-3-5 karakter, vonalka, még 5 karakter, vonalka, még 5 karakter, vagy lehet 5 karakter erre, és még plusz itt 2x5, szóval 10, és illetve lehet olyan is, ami így egyben van. Na most, hogyha ez megvan nektek, izébe ide bemásoljátok a kulcsot, amit én írtam, az mondjuk rohadtul invalid, mert nem, tehát ide kell még egy karakter, mondjuk S. Na, és akkor így néz ki mondjuk egy kód, amiket én szoktam dobálni, azok általában így néznek ki, beírod ide, mondom, hogy ha chaten kaptad, akkor rohadtul sietsz, de mivel most csak mutatom, hogyan kell, ezért nem kell annyira sietni. Next! És itt írja Activating Key with Steam, és rohadtul nem fog írni semmit most, mert ugye offline a Steam-em, de eredetileg, hogyha... Tehát vagy azt írja ki, hogy tiéd a kulcs, gratulálok, hogyha mondjuk Facebookon keresztül nyerted, és csak neked küldtem személyesen, akkor nyilván azt fogjuk írni, hogy sikeresen aktiváltad, és játszhatsz vele a következő indításnál, Steamen játszhatsz is vele. Vagy azt fogja kiírni, hogy azonos termékkód, ez akkor van, hogyha már valaki beaktiválta. Illetve a harmadik option az az, hogy azt írja ki, de nálam ilyen nem fog talán előfordulni, hogy nem jó a termékkód, tehát nem jó a kulcs, tehát ilyen nem létezik. Ezzel is vigyázni kell. Na szóval gyerekek, szerintem ennyi volt, nem bonyolult. Kimásolod, fönt Games, Activate, Next, I agree, beírod Next, tiéd a játék, ennyi. Nem bonyolult. Remélem segítettem. Köszönöm, hogy itt voltál. Sok sikert a kulcsba aktiváláshoz. Ciao.